Ség. Jöjjön az ajtóhoz! Nemesség bántódása! Lövések! A bűnözők sosem pihennek. De... Sokkoló van nálam! A rendőrök sem. A frontvonalban harcolnak. Le a földre! Most! A legjobb Nottinghamshire-i járőrök. Magasan képzett, üldözésre szakosodott sofőrök. Nem áll meg a kocsi. A kereső speciális osztag. Ó, Istenem, itt több kiló kannabisz van. A gyors reagálású rohamosztagosok. Rendőrség! Tartsa úgy a kezét, hogy lássam! Kutyás rendőr! És a bűnüldöző. Jöjjön elő! Kutyás egység. Elkapott! Akárhol van bevetés. Le a földre! Ők sosem hátrálnak meg. A sokkolót! Mert ütött az órájuk. Alattatok vagyunk, légi járőr. A rohamjárőrök elindultak. Ha ránk célzott volna ezzel, lelőttük volna. A mai adásban... Menekül! Horror az utakon Halloweenkor. Nem akar megállni. Sebessége 100 km per óra. Fegyveres rendőrség! Ha van bent valaki, jöjjön az ajtóhoz! Egy körözött férfit keresnek. Tiszta! Erre! Pisztoly! Motorok! Leszállt! Kapd el! Kapd el! Kapd el! Kapd el! És szájhősök. Hogy hívják? Hogy hívják? Maga részek? Persze! Maga megőrült? Hát persze! Rohamjárőrök. Nottinghamben megkezdődött az esti műszak. A jelöletlen X5-öst Jim Carrington vezeti, mellette pedig társa Paul Charlesworth ül. Ma szombat este van. Halloween. Teli hold van. Az utak pedig elég forgalmasak. Minden megvan, ami a káoszhoz kell. Mégis mi sülhetne el rosszul? Ki az? A férfi, akit azért köröznek, mert nem jelent meg a bíróságon, az információk szerint kábítószerkereskedelemben is érintett. A London Road felé megy? Szép kis bűnlajstrom. Mi a Mad Marian V-en megyünk felétek. Egy másik egység követi a sofőrt, amíg megérkezik az erősítés. Nem tudjuk, hogy ő-e az. Szóval egyelőre megyünk. Megvárjuk, hogy megálljon, és megnézzük, ki ül az autóban. Így Jim rálép a gázra. Ott van. És beáll a gyanúsítottat követő jelöletlen Volvo mögé. Éles sávváltás volt. Mögöttetek vagyunk. Úgy tűnik, a sofőr kiszúrta Jim és Paul jelölt rendőrautóját. Az első adandó alkalommal kerítsük körbe, ha megáll. 8 év szolgálat után Paul tudja, hogy ha ezt a fazont keresik, nem fogja könnyen adni magát. Mi legyünk elől, vagy ti? A terv az, hogy bekerítik a fókuszt a következő piros lámpánál. Szerintem előre megy. A megállás gördülékenyen történik. Megállt! De egy szempillantás alatt... Menekül! A sofőr elvégez egy veszélyes mutatványt. És átvág a járdán. Kész rémálom. A kábítószertől talán megszabadult, de Jimet és Polt nem lesz olyan könnyű lerázni.
A Castle Bridge Roadon megyünk a város felé. Nem akar megállni. Sebessége 100 km per óra. Másokat előzget. Alacsony kockázat. Végig száguld a szemközti sávban a közlekedési lámpák felé. Pirosra váltott a lámpa. Közepes kockázat. Felment a járdára. A szemközti sávban megy a Mad Marian Way felé. A sofőr bármit megtesz a menekülés érdekében. Balra kanyarodott a Castle Boulevard felé. A szemközti sávban megy. Forgalom alacsony, kockázat közepes. Castle Boulevard. Elhaladtunk a jobb oldalon levő bíróság mellett. Közepes kockázat. Átszáguld az útépítési területen. Forgalom alacsony. Balra kanyarodott. És most emel a téten. A Middle Hill-en megy a vásártér felé. Lace Market felé tart. Magas kockázat. Forgalmasabb városrész felé megyünk. Balra villamos van. A céljármű a jobb oldalon megy. A hajsza a forgalmas belvárosba terelődik. 50 helyett 65-tel megy. Maradjatok! Maradjatok! Átmegy a központon. Közepes kockázat, lelassított. A sofőr nagyon túl akar járni a rendőrök eszén. Még mindig közepes kockázat. Kiértünk a forgalmas részről. Így bepaszírozza magát egy busz mellé. Központ, légi támogatást kérünk. Defektet kapott. De magának okoz defektet. Szöges útzár is kell, Snanton felé megyünk. Nem, neki ment a patkának. Gyalog fog menekülni. Szegény autó a lelkét is kilehelte. De a sofőr futásnak ered. Pekje van. Paul nem hagyja meglógni. Le a földre! Most! Feküdjön a földre! Adja a kezét! Adja a jobb kezét! Egyet elfogtunk. Visszamenne valaki a céljárműhöz? Ne feszítse be a kezét, hogy meg tudjam bilincselni. Felültetjük. Ez meg mi volt? A sofőr komoly magyarázattal szolgál. Majdnem megölt több civilt és rendőrt. Álljon fel! Felállni! És kárt tett ebben az autóban. Letartóztatom megállás elmulasztásáért, közúti veszélyeztetésért, rongálásért és terjesztési szándékkal történő kábítószer birtoklásért. Jöjjön arrém! Kell a cipő! Igen, ő volt. Utolsó rendőrségi fotója alapján megállapítják, hogy ő a körözött személy. Döbbenetes, ahogy vezet, de elkaptuk. Jobban érdekli a hiányzó cipője, mint horrorisztikus vezetési stílusa. Felvehetem a cipőmet? Nem. Miért csinálja ezt? Miért? Nem akarom, hogy elfusson. Most üldöztük végig a városon keresztül. Mások életét tette kockára, így amíg nem ültettük be egy rendőrautóba, én el nem engedem. Megálltam. Akkor mi volt ez a kergetőzés? Hogy nevezheti ezt megállásnak? A szemközti sávban ment a belvárosban szombat este. Tele vannak az utcák diákokkal, civilekkel, családokkal, maga meg kis hián elütötte őket. Hogy tud így aludni? Mr. Tökéletes. Senki sem az. Pontosan. Tessék. Egy dolog biztos, a sofőr ma a fogdában alszik. Amint megbilincseljük őket, hirtelen olyan nagy legénnyé válnak. Hatalmas veszélybe sodort másokat azzal, hogy így vezetett a belvárosban, ezért nagyon örülünk, hogy elkaptuk. Szép volt. Igen. A sofőr rácsok mögött töltheti következő Halloween-jét. Elítélték közúti veszélyeztetésért, kokain birtoklásért, és amiért korábban megtámadott egy rendőrt. 13 hónap börtönre ítélték, és 2 évre eltiltották a vezetéstől. A kábítószerkereskedelem ügyében bizonyíték hiányában nem tettek jogi lépéseket. Angliában és Walesben tavaly több mint 9400 bűncselekményt követtek el lőfegyverrel.
Minden egyes illegális lőfegyver veszélyezteti az emberek életét. Főleg, ha a fegyver rossz ember kezébe kerül. Be kell céloznunk azokat, akik önvédelmi célból tartanak fegyvert, vagy státuszszimbólumból, vagy mert bántani akarnak valakit. Vagy bűncselekményt akarnak elkövetni, vagy egy bűnbanda tagjai. Elkapjuk azokat, akiknek hozzáférésük van fegyverekhez, és használják is őket. Megvannak a szükséges eszközeink, és a megfelelő kiképzésben részesültünk, hogy el tudjuk kapni ezeket az embereket. És megvédjük a civileket. Ez a munkánk. Ma este szükség lesz a rohamjárőrök szakértelmére. Kihívtak egy címre. Parancsunk van egy illegális lőfegyver lefoglalására. A hírszerzés szerint egy férfi illegálisan tart lőfegyvert egy a várostól délre lévő házban. Kitty Justice is a helyszínre tart számos más fegyveres egységgel együtt. Sokkoló bekészítve. Le kell tartóztatniuk a gyanúsítottat, és meg kell találniuk a fegyvert. A mi dolgunk az, hogy megállítsuk a járműveket. Akarnának hajtani a lezárt területre. Egy ilyen parancs számos veszélyt rejthet, így először körbekerítik a területet, és csak utána fedik fel magukat. A rendőrök észrevétlenül bevonulnak a területre, amíg Katie egy kordont állít fel. Lányok, menjetek vissza arra, erre most nem jöhettek. Köszönöm. Amint tiszta a terep. Megvagyunk. Mehetünk. És mindenki a helyén van. Ott a GPS. A fegyveres csapatok bemutatkoznak. Rendőrség, jöjjön az ajtóhoz! A lámpát felkapcsolták, és mozgást észleltünk. Maradjatok, mozgolódást észleltünk. Megpillantanak valakit a házban. Megmozgatták a függönyt. Igen. Itt a fegyveres rendőrség, jöjjön az ajtóhoz! Hangokat hallani bentről. Ha az információk igazak, a férfinél fegyver lehet. Valaki van oda bent. Kétségkívül mozgolódnak. Megint felkapcsolták a lámpát. Feszülten várnak. Jöjjön ki a házból, beszélgessünk! Egy nő kilép az ajtón. Figyeljen ide! Jöjjön ki a házból! Menjen oda az X5-ös BMW hátuljához! A kollégáink majd beszélnek önnel! Maradjon ott! Meg fogjuk bilincselni. Tegye le így a kezét. Nézze rám! Tegye maga elé a kezét! A nőnél nincs fegyver. Jöjjön velem! Én nem csináltam semmit. Mindenkit biztonságban akarunk tudni. Egy lőfegyvert keresünk. Menjen a kollégámhoz. A nőt átadják Katie-nek. Ki van még a házban? Az egyik fiam. A fegyveres csapat a fiú nevét kiabálja, aki még a házban van. Hangot hallottam, egy férfi hangját. Talán fegyver van nála. Mutassa magát! Maradjon ott! Nézzen rám! Egy férfi lép ki a házból. Ne mozduljon! És a csapat felé megy. Vegye ki a kezét a zsebéből, és ne mozduljon! Maradjon ott, ahol van! Ne mozduljon! Csak látogatóba jöttem. Mielőtt túl közel menne, meg kell győződniük róla, hogy nincsen áll a fegyver. Ne csináljon semmit, amíg nem adok rá engedélyt! Húzza fel a pólóját! Most? Igen. Forduljon meg! Hátul is húzza fel! Húzza fel hátul a pólóját! Nála sincs fegyver. Jöjjön ide! Ne mozduljon! Forduljon meg! Tegye össze a kezét a háta mögött! A háta mögött! Letartóztatom lőfegyvert birtoklás gyanúja miatt. Hogy hívják? Megnéznéd gyorsan a zsebeit? Igen. Anyát és fiát a kordonon kívülre viszik az utca végén. Ki más van a házban? Vagy csak ketten voltak? Igen. A tesóm elment. Yeah. Kezd gyűlni a tömeg.
Itt van. Látni akarom anyámat. Ki maga? És valaki más is megjelenik. Jöjjön ide. Jöjjön. Nyújtsa ki a kezét. Egy pillanat. Az eltűnt testvér az. Önt is itt tartjuk. Mondd el az igazat, haver. Három embert elfogtak, így Katie-nek tele a keze. Fogd be! Ledobta a földre a kabátját. Nekem ehhez semmi közöm. Az utca másik végében. Fegyveres rendőrség! Ha van bent valaki, jöjjön az ajtóhoz! A rendőrök készen állnak átkutatni a házat, ahol a gyanú szerint egy férfi elrejtett egy fegyvert. A tőlem jobbra lévő nyitott ajtó lesz az. Megyek én, maradjatok kint. Fürdő tiszta, szoba tiszta. Bárhol megbújhatott a fegyveres szökevény. Ez a szoba. Balra. Jobbra. Tiszta. Erre. Felmegyünk. Jobbra. Amikor kiértünk a házhoz, ott volt mozgolódás, ahová most néztél be. Jobbra tiszta. Balra is. Tiszta. 2-3-1 jelentem, az első, második, harmadik szint tiszta. Már csak a padlás maradt. Más nincs a házban, és egyelőre semmi nyoma a fegyvernek. Nem, menjen vissza. Menjen vissza, nem jöhet ide. A kordonnál egyre gyűl a tömeg. Komoly bűncselekmények történnek, amíg maguk csak itt áldogálnak. Katie ideális napján egy kutyával sétálgatna, majd délután teázgatna, de a ma este sajnos nem ilyen idilli. Nem megyek én sehova, reggel dolgoznom kell. A vezetőnk utasítása alapján le kell tartóztatnom. Baromság! Figyeljen ide! Fokozódik a helyzet. Nyugodjon le! Addig nem megy sehová, amíg nem rendeztük a helyzetet. Letartóztatom lőfegyver birtoklás miatt. Mi van? Hülye lottyó, nincs is fegyverem. Bármit mond, felhasználható ön ellen. Megértette? Nem, nincs nekem fegyverem, engedjen ki az autóból! Nyugodjon le! Katie parancsot kapott, hogy csak a házban lévő embereket tartóztathatja le. Így az egyik testvér szabadon távozhat. Ha elviszik anyámat, engem is visznek. Ám az kezd ingerült lenni. Nekem mennem kell. Az édesanyjának nincs szüksége erre. Azt javaslom, üljön be az autóba. Üljön be. Üljön be. Nem akarok az autóban maradni. Nem érdekel, hogy letartóztat. Nyugodjon le. Nyugodjon le, nem bántalmazzuk. Csak arra kérjük, hogy üljön be az autóba. Fogja be! A nő letartóztatására a szomszédok sem reagálnak jól. 36 éve lakom itt. Azóta ismerem. Soha semmi rosszat nem csinált az életben. Hol a kamerás? Ha fegyverről van szó, hol van? Honnan tudjuk? Bent se vagyunk. Hazugság! Eközben a házban. Ezt ma elmozdították. Igen? A rendőrök felkészülnek a padlás átkutatására. Itt a fegyveres rendőrség. Ha van valaki a padláson, jöjjön elő. Nem esik bántódása. Óvatosan. Pisztoly. Igen? Van fent egy pisztoly. Az információk igaznak bizonyulnak. Egy kis fekete automata pisztolyt találtunk a padláson. Nemrég rakhatták oda. Igen, amikor mozgolódást láttunk kintről. A feszültséggel teli akció után a csapat megtalálja, amit keresett. A fegyvert lefoglalják, és a két gyanúsítottat beviszik az őrsre kihallgatásra. Sikeres este volt a csapat számára. Két embert letartóztattunk, és találtunk egy lőfegyvert, ami remek hír. Remek hír a Nottinghamshire-i rendőrségnek és lakosoknak, ugyanis kivontunk a forgalomból egy lőfegyvert, így nagyobb biztonságban lehetnek.
making them a bit safer. A fegyverről kiderült, hogy valódi. A nyomozás lezárulta után a két testvér bűnösnek vallotta magát lőfegyverbirtoklásban. Édesanyjuk ellen nem emeltek vádat. Szentemben bejelentés érkezett a rendőrségre 8 férfiról, akik motorral száguldoznak a lakóövezetben. A rendőrautóban Dan Machin és Rob Ely utazik. Pár nappal ezelőtt nem állt meg motorral a kollégáknak. Dan, a fegyveres rendőr tehetsége sokoldalú. Kiképezték sokkoló használatára, gyakorlott sofőr és kiváló az arcmemóriája, aminek ma talán hasznát veszi. Az egyik motorost lehet, hogy már körözzük fegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt. Úgyhogy őt keressük. A hírszerzés szerint egy potenciálisan veszélyes körözött férfi lehet a motorosok között. A fegyveres egységek lezárják a környéket. Néhány utcával arrébb. A boltok után. Lisa DeSantis és Louis Marshall is a férfit keresi. A Penrynen látták? Igen, ott. Itt. Itt? És kiszúr egy motoros csapatot a sikátorban. Menjünk. Motorosok vannak a Penrynnél. Indulni készülnek. Az egyik motoros gyorsan elinal. Egyenesen Rob és Dan karjai közé. Leszállt! Kapd el, kapd el, kapd el, kapd el! Gyerünk! Elveszti az uralmát a motor fölött, de egyből sarkon fordul és elfut az ellenkező irányba. Hova megy? Ezúttal egyenesen Lisa karjai közé. Ne mozduljon! Maradjon ott! Mi csinál? Miért tartóztat le? Amiért motorozott. Jöjjön! Nem ő a körözött személy, akit keresnek. Elkaptuk az egyik motorost. De a menekülésével gyanút keltett. Közúti veszélyeztetés motorral. Őszinte leszek, tényleg nem lenne szabad a motoron ülnem. Nem indít valami jól, ugyanis nem is az övé a motor. Megmotoztad? Még nem. Jöjjön arrébb! Megmondanák, miért tartóztatnak le? Tudni akarom. Tudom, hogy motoroztam. Közúti veszélyeztetés. Értem. Gondolom, eltiltották a vezetéstől. Igen. Biztosítás? Nincs. Akkor meg is kapta a választ. Megválaszolta magának a kérdést. Találtam nála egy kevés kanabiszt. A vezetéstől eltiltott motoros azt állítja, azért motorozott, mert egy klipben szerepel. Hát ez szép volt. A következő jelenetben gyalog kell mennie, ugyanis a motort lefoglalják. Nem akarok tiszteletlen lenni. Nem? Én egy utcai suhanc vagyok, maga rendőr. Ez a munkája, szóval semmi személyeskedés nincs benne. Tudom. Én egységet teremtek. Csak próbáltam egy kis pozitív hangulatot teremteni, érti? A pozitív hangulat a levegőben van. A motoros megúszta a fogdát. Útmenti? Igen. A közúti veszélyeztetés vádját megúszza, viszont eltiltás hatája alatti biztosítás nélküli vezetés és kanabiszbirtoklás miatt kihallgatják. Kihallgatnám, amiért eltiltás hatája alatt biztosítás nélkül vezetett. A barátság és a pozitív hangulat nem tart sokáig. Hogy hívják? Jó napot! Engem? Ne jöjjön közelebb! Menjen hátrébb! Hogy hívják? Önt hogy hívják? Hogy hívják? Nem vagyok köteles elárulni. Megjelenik a férfi egyik társa. Hogy hívják? Nem mondom meg. Más dolgom van. Aki igencsak kitartó. Menjen haza.
Hogy hívják? Ne érdekelje. Menjen távolabb az autótól. Hogy hívják? Itt a 4-4. Nem vagyok köteles elárulni. Azt sem tudom ki maga. Rob nem köteles megadni az adatait. Dan pedig folytatja a gyanúsított kihallgatását. Miért nem megy el? Feleslegesen problémázik. Nem is, felvételt készítek a művészemnek. Művészének? Csak húzza az időt a művészének. Amíg a művész úr már szívesen menne, ez a fickó nem veszi alapot. Menjen innen! Menjen innen! Elmentem. Hogy hívják? Mehet a bíróságra. Csak ront a helyzeten. Mégis hogyan? Elengedik. Még beszélnünk kell vele. Jól van, jogos. Szóval nem árulja el a nevét. Maga részeg? Persze. Maga megőrült? Hát persze. Úgy tűnik, a pityókás Pali nyomozónak hiszi magát. Az nem számít, hogy én ki vagyok. Maga megvigyelés alatt áll. Tessék? Megvigyelés? Az meg mi? Megfigyelés. Igen? Elég feltűnően csinálja. Azt titokban szokták. Egy kép többet ér 1000 szónál. Így van. Forduljon meg. Ha felemeli a telefonját, látni fogja a kamerát. Mosolyog. Árulja el, hogy ki maga. Azt sem tudom maga ki. Ki maga? Ki maga? Álljon hátrébb. Hagyja, hogy végezzük a munkánkat. Ki maga? Nem mondom meg. Menjen hátrébb. Ne mondj semmit. Minden adatom ezen a nyomtatványon van. Nem játszadozunk. Ne fogadd el! Tessék! Ne fogadd el! Ne fogadd el, ha csak nem árulja el, hogy ki ő! Ha vissza akarja szerezni a motorját, akkor erre szüksége lesz. Az ő motorja. De nem hajlandó elárulni a nevét. Vissza kell szereznem. A vicc az egészben, hogy a motor a faggatózó férfié. Noha nem úgy tűnik, mintha nagyon vissza akarná szerezni. A felvétel kedvéért, hát ez remek. Figyeljen, végeztük. Bocsánatot kérek, szóval ki maga? Már mondtam, hogy nem mondom meg. Nem mondja meg. A barátjánál vannak az adatai. Kérj el tőle. A felvétel kedvéért az interjút félbeszakítjuk. Nagyon fárasztó. Most, hogy kivontak egy hangos motort a forgalomból. Minden jót, viszlát. Viszlát. Helyreállt a béke. Azért kameráznak ilyenkor, mert azt hiszik, hogy ezzel összezavarnak, és meg tudják akadályozni, hogy végezzük a munkánkat. De ezzel csak lejáratja magát. A férfi bűnösnek vallotta magát eltiltás hatálya alatt és biztosítás nélkül történő vezetésben, valamint kanabiszbirtoklásban. 6 hónapra eltiltották a vezetéstől, 85 fontra bírságolták, közmunkára ítélték, és nyomkövetőt kapott. Egy hét, no meg 220 font mínusz után visszakapták a motort. A Nottinghamshire-i rendőröknek 2000 négyzetkilométert kell lefedniük, így időnként a megérzésükre kell hagyatkozniuk. Tényleg létezik a zsaruszimat, amely az évek során magától kialakul. Észreveszünk olyan apróságokat, mint hogy valaki matat az autójában, vagy sétál az úton, és valamiért felkelti az érdeklődésünket, és kiderül, hogy jogosan. A várostól keletre a késsel elkövetett bűncselekményeket megelőző operatív akciócsoport járőrözik. A jelöletlen Volvo volánja mögött Geoff Hall ül, mellette az őrmester Matt Daly. 5 autóval járőrözünk. Ebből 2 jelöletlen, 3 jelölt. Szinte biztos vagyok benne, hogy találunk kábítószert. Jó lenne elkapni valakit késsel vagy lőfegyverrel. Fiatal még az éjszaka. Remélhetőleg eredményes esténk lesz. Megalakulása óta az operatív akciócsoport több mint 450 fegyvert foglalt le. Kihalt. Igen. Ami részben a finomra hangolt megérzésüknek köszönhető. Egy pillantás egy autóra. Q5 S-Line. És már mennek is utána. A jármű tiszta. Megnézem a sofőrt, vagy a feltételezett sofőrt. Geoff a sofőr után ered a jelöletlen autóban. Vettem, magától megállt. Elindult.
Úgy tűnik, az Audi sofőrje azt próbálja kideríteni, hogy követik-e. Különös útvonalat választott onnan, ahol kiszúrtuk. Most balra kanyarodott. Egy gyors információcsere. Hírt kaptunk arról, hogy 220 g kannabiszt szállítanak majd a lakcímére. És már döntöttek is. Jelez neki. Igen, jeleztünk neki. Úgy tűnik, megáll a Beechwood úton. Le van húzva az ablaka. Hideg novemberi este van, de úgy tűnik, a termetes fazon friss levegőre vágyik. Jó estét! Megláttuk az autóját, és utána néztünk. Információink alapján kannabisszal hozható kapcsolatba. Van önnél kannabisz? Akár személyes használatra? Egy kevés. Egy kevés? A cigim között. Amiatt nem állítjuk elő. Majd én kiveszem. Majd én. Nem. Egyedül van? Igen. A sofőrnek nem tetszik, hogy Gav benéz az autóba. Várjon. Várjon, mielőtt elkezdeni keresni. Igen. Honnan vették, hogy van nálam kannabisz? Évek óta nem állítottak meg, és nem tartóztattak le. Van valami az aktámban? Próbálom elmondani. A hírszerzésünk arról értesült, hogy ön kannabisz birtokában lehet. És most, mikor megállítottuk, be is ismerte, hogy van önnél egy kevés. A törvény értelmében megmotozzuk, aminek tényéről adunk egy másolatot. Egy kevés személyes használatú kannabisz miatt nem fogjuk előállítani. Itt elintézünk mindent. Ez így megfelel? Igen. Gav az elsők között csatlakozott az operatív akciócsoporthoz. 2017-es megalakulása óta Gav küldetésének tekinti, hogy elkapja a fegyveres alakokat. Átkutassam én? Majd én, te figyelj rá! Gav alig várja, hogy átkutassa az autót. Bűzlik. És rekordidő alatt... Tegye össze a kezét! Miért? Tegye a kezét a háta mögé, és elmondom. Nyugalom. Egy viperát találtam. Mit? Viperát, vagy valami ahhoz hasonlót. Jöjjön. Igen, van olyanom, én csak... Megmotozzuk? És milyen meglepő, Gav talált egy viperát. Ez illegális, mert támadó fegyvernek minősül. A vezetőülés és az ajtó között volt, egy karnyújtásnyira tőle, úgyhogy letartóztatjuk. Lehet, hogy még kannabiszt is találunk az autóban. Átkutatjuk. Állhatok itt? Csak biztosra akarok menni, hogy becsukják az autómat. Menni fog. Szerintem nem azért akar maradni, hogy lássa, bezárjuk-e az autóját, hanem hogy találunk-e valami illegálisat. Szerintem is. Az autóban jellegzetes fűszak terjeng. Itt elidőzöm egy kicsit. Meg is van a kannabisz. Ezért akarta átadni a kannabiszt. Egyelőre ide teszem. Matt megtalálja a kannabiszt, amelyről a sofőr beszélt. A kérdés már csak az, hogy mást is találnak-e. Még egy kis kannabisz. Na tessék. Ecstasy tabletták. Legalább 15 ecstasy tabletta lehet itt. Nézd be az ülés mögé. Igen, terjesztés. Előállítjuk terjesztési szándékkal történő A és B osztályú kábítószer birtoklásáért. Rengeteg kannabiszt is találtunk. Bírom a fazont. A zsaru szimatukat követve, a fiúk találtak egy csomag kannabiszt, egy zacskó ecstasyt és egy viperát. Amint észrevette, hogy követjük, elkezdett körözni. Szerintem nem tudta, hogy rendőrök vagyunk. Ezért húzódott félre. Valószínűleg felfegyverezte magát, mert arra gondolt, ki fogják rabolni. Termetes fickó. A sofőrt letartóztatták A és B osztályú kábítószer terjesztésének gyanúja, valamint támadó fegyver birtoklása miatt. Nem sok ilyen fegyvert látni. Ha ezzel fejbe kólintanak valakit, az meg is halhat.
Akit egy ilyen fegyvert birtokában kapnak el, az súlyos pénzbírságra és börtönre számíthat. Szép volt! A viperás férfit bűnösnek találták támadó fegyver birtoklásában. 260 font bírságot szabtak ki rá, és a fegyvert elkobozták tőle. Az A és B osztályú kábítószer terjesztésének ügyében még tart a nyomozás. Alapos kiképzést kapunk a gumibot használatát illetően. Egy olyan személy, akit nem képeztek ki a használatára, vagy aki a lehető legnagyobb kárt akarja okozni vele, az halálos kimenetelű sérülést is okozhat. Noha nem szúróeszköz, újabb fegyvert sikerült kivonnunk a forgalomból. Indulás! Akár kétkerekű... Utána néznétek egy járműnek? Négykerekű... Négyen ülnek benne. Össze-vissza megy az úton. Új... Oscar Tango 82, látom a járművet. Átment a benzinkúton. Vagy bontószökevény. Phil Broughton rohamjárőr. Vettem, követjük a járművet. Messziről kiszúrja a gyanús autókat. Kiszáll. Maradjatok, kapcsolt ki! Phil ma Mansfieldben járőrözik egy jelöletlen 3-as BMW-ben. Lássuk, merre megy. Észrevette, hogy a mögötte lévő autó csak úgy átszáguldott a kereszteződésen. Biztos módja a figyelemfelkeltésnek. Villogó bekapcsolva. Álljon félre! És Phil már megy is, hogy elbeszélgessenek. Jó napot! Jó napot! Ön szerint miért állítottam meg? Nem tudom. Szörnyen hajtott ki a kereszteződésből. Ott? Igen. Még nem melegedett be az autó. A hídnál azt hittem, belém fog jönni. De nem mentem gyorsan. Nem, de elég későn fékezett. Az ön autója? Igen. Ja nem, a páromé. Viszem majd szervizbe. Igen? Phil BMW-je talán csili-vilibb. Szép autó. Szépen beolvad. Álljon a járdára, nehogy elüssék. De a sofőrt csak ez az 1986-os Nissan Micra érdekli. Fénykorában ez volt az egyik legkeresettebb szupermini. Igazi veterán. Igen. 38 éves és kiváló állapotban van, imádom. Az én első autóm egy rendszámú Nissan Micra volt. A szintén autórajongó Phil-en úrrá lett a nosztalgia. De két évtized járőrszolgálat után legfőbb prioritása, hogy egy autó biztonságos legyen. Mi baja a féknek? Nem tudom. Sosem volt vele gond. Így, mielőtt a férfi hazamehetne a munkából, át kell esnie egy járőr műszakin. Kinek a nevén van? A páromén. De önre is kiterjed a biztosítás? Igen. Büntetőpont? Nincs. Remek. Mindig óvatosan vezetek, vagyis próbálok. A sofőr adatait rendben találja. 7 litert fogyaszt. Remek, ezt visszateszem és ránézek az autójára. De mi van a mikrával? Csak 1000 köbcent is. Az autó 15 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Phil először a futófelületet ellenőrzi. El kellene már egy új abroncs. És még asszisztálnak is neki. Ott a határ. Mindenképpen új abroncs kell. És új fék. Látta a fékbetétet? Hétfőn szólok, amikor viszem szervizbe. A Micra 2 nap múlva megy a szervizbe. De Phil nem biztos benne, hogy várhat addig. Nézze meg ezt a fékpofát, és hasonlítsa össze azzal. Wow! Szinte teljesen elkapott. Ez lehet az oka annak, hogy nem tudott megállni. A 34 év alatt 100 000 kilométert számláló autónak most újabb roncsra és fékbetétre van szüksége. Oldalsó lámpák. Phil ellenőriz még pár dolgot. Helyzetjelző, távolsági. Remek, baloldali irányjelző. A másik? Majdnem. Ez.
Király, ablaktörlő? Folyadékkal! Még! Phil végül benéz a géptető alá. Beragadt! Nem baj! A sofőr varázsérintése majd segít. Jó sok hely van benne, király! A régi autók szépsége. Ilyen autókat már biztos nem gyártanak. Nincs benne folyadék, mi? Nincs. Értékelem, hogy veterán, csak a veterán autók sok munkát igényelnek. A fék katasztrofális. Nincs benne ablakmosó folyadék. Ha koszos lesz a szélvédő, nem tud majd vezetni, mert nem látja az utat. A hátsó ablakon pedig nincs gumi. Azt is megcsináltatom. Várjon egy kicsit. Megcsinálom a papírmunkát és jövök. Nem fogok elhúzni. Dérendszámú veterán autó. Vigyázni kell rá, sok javítást el kell végezni rajta. Sajnos figyelmen kívül hagyja a hibáit. A fék létfontosságú része az autó biztonsági rendszerének. Ha nem tudunk megállni, akár tragédia is történhet. Phil szerint a Micra nem elég biztonságos ahhoz, hogy 16 kilométert megtegyen hazáig. Így a sofőr addig nem vezetheti, amíg meg nem javítatta. Azt írtam rá, hogy innen elmehet a Querilénig, a munkahelye parkolójáig. Leírtam a kilométerállást. Meg kell csináltatnia a fékbetétet. Ezért nem vezetheti az autót. Csináltassa meg, műszakiztassa le, majd vigye be az érvényes műszakit, és ezt a nyomtatványt a rendőrségre. Ott feloldják a tiltást. Ha az eltiltás ellenére vezeti, ismét megbüntetjük. Ha nem csináltatja meg az autót, és továbbra is vezeti, mehet a bíróságra. Már csak egy aláírásra van szükségem. Nézze csak! Ide! A Micra bekerül a rendszerbe, amíg az eltiltást meg nem szüntetik. Megállítom a forgalmat, hogy vissza tudjon fordulni. Köszönöm! Nincs mit. Rendes fickó, csak sajnos nem vigyáz az autójára. És most elkaptuk. A mi feladatunk gondoskodni arról, hogy az autók biztonságosak legyenek a közúti közlekedésben. Segítek neki elindulni. Most meg nem indul be. Várj csak. Jöjjön! Kezdjen visszafordulni! Elrajtolt! Remek! Még nálam is öregebb ez az autó. Ne mondd ezt. Az én első autóm egy E-rendszámú Nissan Micra volt. Imádtam, de aztán bedöglött. Szép dolog tőle, hogy még vezetni akarja. Szerintem meg fogja csináltatni, és akkor rendben lesz. A Micra egy hónap múlva ismét forgalomba állhatott.